Köszöntöm kedves nézőinket, Önök a DSTV Pro Art című magazinját látják. A Kultik mozi hálózat nyerte el a Dunaújvárosi mozi üzemeltetését. Akik nem késlekedve, már a májusi műszaki átadás után elkezdték a belső munkálatokat. Természetesen az épület ikonikus jegyeinek megtartásával várhatóan egy igazi közösségi teret hoznak létre. Az intézményben szerdán délelőtt tartottak bejárást városunk vezetői. Összesen több, mint 700 millió forintos beruházás keretein belül újul meg a Dunaújvárosi mozi. A magyar tulajdonú Kultik mozi hálózat nem késlekedett, a műszaki átadás után elkezdték a mozi belső munkálatait. Az épület ikonikus jegyeinek megtartásával egy igazi közösségi teret szándékoznak létrehozni. Szabó Krisztián, a Kultik mozi hálózat ügyvezetője elmondta, bízik benne, hogy a fejlesztések elnyerik a Dunaújvárosi közönség tetszését. Bízunk abban, hogy ezek a fejlesztések elnyerik, mint a sajtó, de leginkább a Dunaújvárosi mozilátogató közönségnek a tetszését. Ahogyan a polgármester is mondta, ez egy speciális helyzet, hiszen ez egy műemlék épület, rengeteg megkötéssel, rengeteg védendő dolog van, amit szeretnénk megőrizni az utókornak. Így részint meg van kötve a kezünk, de mint látták a teremben, és ez a projektünknek az egyik legköltségesebb eleme is, 517 darab minden igényt kielégítő mozifotelt szerelünk be, 2 darab új vetítőgép érkezik, egy a kis teremben, egy 22.08-as Christie vetítőgép, a nagy teremben pedig egy 42.30-as, erről azt érdemes tudni, hogy a Christie a világvezető vetítőgépgyártója, Magyarországon a Kultik mozi hálózat a fő partnere, az összes mozinkban gyakorlatilag Christie vetítőgép található. Szabó Krisztián hozzátette, a kisterem 45 férőhelyes lesz, ahol egyéb alkotásokat, fesztiválfilmeket fognak vetíteni, de alternatív tartalmakkal, előadásokkal, koncertekkel is készülnek. Modern büfét is kialakítanak, ahol a mozikban megszokott kínálat többek között az elmaradhatatlan nachos és popcorn várja majd a látogatókat, de nem kell elbúcsúzni a korábban megszokott ízesített popcorntól sem. A kis terem egy 45 férőhelyes terem lesz, ami art minősítést fog kapni, tehát a kultúrának egy olyan szegmensét is szeretnénk elhozni, amik ugyan nem tartanak, nem egy blockbuster, de viszont mégis van rá igény, értékesebb alkotások, fesztiválfilmek, és így tovább, és így tovább. És mint azt tapasztaltuk az utóbbi napokban, a büfé egy nagyon sarkalatos pontja a mozinak. Rengeteg visszajelzést érkeztett hozzánk, hogy ízesített popcorn lesz, úgyhogy szeretnék mindenkit megjutatni. Klasszikus mozibüfét fogunk üzemeltetni, ami szintén minden igényt kielégít, és ízesített popcornoknak többféle fajtája elérhető lesz. Városunk vezetése nagy örömmel fogadta a Kultik mozi hálózat Dunaújvárosban véghez vitt fejlesztéseit. Ahogy azt Pintér Tamás polgármester is elmondta, számára kiemelten fontos, hogy a dunaújvárosiak elégedettek legyenek. Nagy örömmel jártuk be a mozi felújított épületét, és nagyon nagy örömmel fogadtuk azokat a fejlesztéseket, amelyet a Kultik mozi hálózat valósít meg itt Dunaújvárosban is. Talán kevesen tudják azt, hogy 1952-ben épült fel véglegesen a mozi, és egy műemlék épület is, ahol most állunk. Ezért nagyon sok olyan fejlesztési beruházást, a fejlesztést nem lehetett megvalósítani, amely lebontott volna teljes mértékben itt mindent, de ez nagy örömünkre is szolgál, hiszen azok a műemlék jellegű részei is megmaradhatnak az épületnek, amelyre dunaújvárosiak olyan nagyon büszkék is lehetnek. De nagyon sok fejlesztés is valósult meg, és én azt gondolom, hogy ez a mozi méltó lesz a 21. századi mozikhoz képest is, és szeretnénk azt, hogy itt az emberek tényleg valóban jól érezzék magukat, valóban olyan kényelmet és megérdemelt szórakozást tudjunk nekik biztosítani, amelyre már oly régóta szüksége van a dunaújvárosiaknak is. Éppen ezért nagyon nagy öröm volt látni, hogy itt az új székeket is már kezdik beszerelni. Láttuk azt, hogy egy olyan légkondicionáló berendezést építenek be, amely nyáron is majd biztosítja a jó, kellemes közérzetet, de
nagyon nagy örömünkre olyan fejlesztések is megvalósulnak, amelyek visszahozzák az elmúlt éveknek a dunaújvárosiaknak oly fontos részeit. A megújult Dunaújvárosi mozi a tervek szerint július 16-ától újra megnyithatja kapuit a nagyérdemű előtt. A szemlén az is elhangzott, hogy 635 millió forintot az épület külső megújulására fordítottak, ezen felül pedig az új üzemeltető körülbelül 100 millió forintot költött a belső felújításra. Ezt a város saját költségén kellett volna megvalósítania, azonban a Kultik ezt a pályázatban magára vállalta. A mozi ezentúl bevételt is hoz majd a városnak a koncessziós díj megfizetésével. Helyi képzőművészek Modár Rezső tervei alapján munkálják meg azt a fát augusztusban, mely által a városlakók megemlékezhetnek majd a vasműúti platánokról. A részletekről Rohonci Istvánt kérdeztük. Rohonci István további három művész kollégájával közösen készíti el idén nyáron azt az alkotást, mellyel városunk lakói mindig emlékezhetnek a vasműúti platán sorra. Az alkotás Modár Rezső tervei alapján készül. A város lakossága az tudja, meg hát sajnálattal értesül tudja, hogy ki kellett vágni a vasműúti hatalmas platánfákat, a platánfasort, és amikor erre sor került, akkor Mezei úr felkeresett, és felajánlotta a helyi művészeknek, hogy egy fát azt meghagynának a helyi művészeknek. És akkor mi ezt nagyon nagy örömmel vettük, és utána azon gondolkoztunk, hogy jó, de mit is lehetne vele csinálni, vagy hogyan lehetne ezt egyáltalán megdolgozni. És akkor arra jutottam, hogy igazság szerint Móder Rezső neve szinte fémjelzi a város művészeti életét, hogy, és nem tudom, mennyire tudják a tévénézők, hogy Rezső eléggé súlyos betegségen van túl. És azt gondoltam, hogy a Rezsőnek lehetne akkor egy ilyen méltóbb emléket állítani. Nem emléket állítani, inkább egy ilyen móderes munkát csinálni. Nyilván az ő iránymutatásai alapján, vagy az ő tervei alapján. A későbbi tervezések alapján kiderült, hogy mégis ki kell vágni azt a fát, melyet megmunkálnak majd a képzőművészek. Tovább folytak a beszélések, a tervezések, és végül is abban maradtunk, hogy mégiscsak ki kell vágni ezt a platánfát, mert hiába van visszacsonkolva ágakra ez a hatalmas, nagy, erős fa. Ez tavasszal ez elkezd újra élni, és elkezd zöldelni, hajtani. Na most egy ilyen zöldelő fába pedig beledolgozni, tehát fafaragó lévén, tehát az nem szívesen tenném, és nem szívesen tennénk. És akkor végül is abban maradtunk, hogy kivágjuk ezt a fát olyan méretben, amekkorában föl tudták tenni az erdészet, a DVG ZRT munkatársai egy hatalmas teherautóval, daru segítségével. Úgyhogy itt van mögöttem ez a hatalmas nagy farönk, az ága is fa méretűek, és most a következő lépés az, hogy összebeszéltem a barátaimmal, hogy akkor a nyár folyamán akkor ezt megdolgoznánk. Ezek a fanyűvő barátaim, Nyitrai Misi, ő már nagyon régi fafaragó, többször dolgoztunk együtt, Molnár Janó és Nemes Feri Mityenka. Úgyhogy mi lennénk négyen így a munkások, és természetesen a Rezsőnek a motivumai az ő iránymutatásával készülne majd el ez az alkotás. Az, hogy hova lesz ez még felállítva, hát ez még egy későbbi történet lesz, hogy hova lehetne ezt tényleg úgy méltóképpen felállítani. Nekem erre is van ötletem, tervem, de szeretnék egyeztetni előbb a város főépítészével, hogy hogyan is lehetne ezt ott megvalósítani. Majd későbbiekben akkor majd szeretnék erről is beszámolni. Jövő héten kezdik el Móder Rezsővel a tervezést, és augusztusban körülbelül egy hét alatt készítik majd el az alkotást. A Bakelit Zenecentrum kibővült csapata az országban kialakult krízishelyzet miatt. A városunkban elmaradó nagy rendezvények helyett online zenei fesztivált szervez 5 helyi zenekar részvételével. Az esemény a nagyobb közösségi felületeken június 20-án szombaton lesz látható. A legnagyobb közösségi portálon élőadásban követheti a közönség június 20-án szombaton a Bakelit online fesztivál koncertjeit. Az ehhez szükséges technikai háttér a szervezők rendelkezésére áll, a stáb egy 7 órás programot valósít meg. Zenekaronként 1 órás élő koncertet követhetnek nyomon a rajongók, az átállások között riportokat készítenek a fellépő bandák tagjaival, emellett archív felvételeket láthatnak majd a nézők korábbi koncertekről.
Bónusz ajándék, hogy a fesztivál keretében 4 további dunaújvárosi formáció debütál egy-egy videóklippel, e csapatokat ráadásul további interjúk mutatják be. A fesztivál házigazdája Varga Livius, a Quimby zenekar alapítója lesz, a Bakelit szervező csapata új fejezetet kíván nyitni a város zenei életében. A dunaújvárosi zenészek csoportja készített egy új listát, melyből az derült ki, hogy a városban 52 zenekar működik, tehát igen aktív a zenei élet. Ha sikerül összefogni ezeket a zenekarokat, akkor a nagy rendezvények állandó résztvevői lehet a Bakelit projekt. A távlati tervekben az is szerepel, hogy a Petőfi Művészeti Liget hangversenyeit kiegészítendő rendeznék meg a Bakelit Zenei Fesztivált, amely a város egyik kulturális színfoltja lehet. Szép gesztus, hogy Dunaújváros önkormányzata az első között biztosította a fesztivál szervezőit a rendezvény támogatásáról, valamint a Túrinform iroda új vezetősége is nyitott az együttműködést és a közös munkát illetően. Dunaújváros fennállásának 70. évfordulója alkalmából a Kortárs Művészeti Intézet több projektet is indított, mely a 70 éves városunkkal foglalkozik. Ezek az online térben is elérhető anyagok voltak, hogy a koronavírus helyzet alatt is emlékekkel szolgálhassanak az érdeklődőknek. A Kortárs Művészeti Intézetben mindig kiemelten fontos volt, hogy dunaújvárosi kötődésű témák is felelevenedjenek. Így volt ez idén is, amikor városunk építésének 70. évfordulója alkalmából indítottak online tárlatot. Természetesen az egyensúly fontos számukra, így a helyi művészek mellett országos témák is lehetőséget kapnak az intézetben. Tehát a Dunaújváros 70 című kiállításunk az, amivel még nagyon sok munka van, de nagyon nagy várakozással tekintünk a projekt elé, és az emlékező szekció mellett lesz egy ilyen más helyszíneken megvalósított, de nagyon is dunaújvárosi projekteket bemutató egység, és hát ezt követően pedig visszatérünk a régi kerékvágásba, ami azt jelenti, nekünk a 2019-es év is azért nagyon sok kiállítással foglalkozott Dunaújvárossal, a dunaújvárosi jelenségekkel, stb. Most a jubileumi év szintén lehetőséget kínált erre, és nagyon sok formában fogunk tudni foglalkozni ezzel, de azért szeretnénk egy balanszot is, hiszen nálunk mindig fontos, hogy a helyi feladatok, vagy a helyi projektek, az itt dolgozó művészek, az itteni történések mellett azért nagyon is együtt ússzunk az országos, vagy a fővárosi folyamatokkal, szinkronban legyünk bizonyos törekvésekben, és ezt idén is így fogjuk csinálni. Amit nagyon várunk, és nagyon erős projektek lesznek, novembertől Tarhajnak, a képzőművésznek, és Fridvalszky Márknak lesz 2 külön egyéni kiállítása, és tulajdonképpen ezzel fogjuk búcsúztatni az évet. Tehát ezek lesznek azok a kiállítások, amik a város centrikus, vagy nagyon is város fókuszú projektek mellett azért egy nagyon komoly. Én azt gondolom, hogy mind a két képzőművész nagyon izgalmas, nagyon érdekes, és azért a nemzetközi folyamatokat tekintve is érdekfeszítő dolgokat boncolgat, vagy nagyon, nagyon izgalmas az, amiben most van. Korábban is érdemes volt, tehát mi figyelemmel kísértük a művészeknek a praxisát. Tarhajnak a például társkurátora volt a 2017-es Az autizmus mint metafora című nagycsoportos kiállításnak, aminek az egyik helyszíne volt az ICD, a másik Székesfehérvár, a Szent István Király Múzeum. Deák Nóra az intézetünk igazgatója volt, a másik kurátor, és Izinger Kati, a Székesfehérvári Szent István Király Múzeum művészettörténésze. Tehát ők így lányok egy csapatba egy nagyon-nagyon izgalmas anyagot hoztak tető alá. Azt gondolom, képzőművészek és autista alkotók munkáit hozták érdekes párbeszédbe, és Tarhajnit akkor ismertük meg jobban. A gyűjteményünket azóta gyarapítottuk az ő munkáival, nagyon szép szőtt nyomatok,
Neki is van egy érdekes, mániákus, aszketikus munkamódszere, nagyon el tud veszni a munkában, maximalista, és nagyon fontos számára a konceptuális háttér vagy megtámasztottság, hogy miért teszi ki magát, meg mindenkit ezeknek a történéseknek, amik a műben tetten érhetők. Az intézet vezetése reméli, minél előbb megnyithatják kapuikat ismét a látogatók előtt, hogy aztán visszatérhessen az élet az intézménybe. ProArt című magazinunkat látták, a DSTV munkatársai nevében is köszönöm, hogy velünk tartottak. Műsorainkat visszanézhetik a dstv.hu honlapon, illetve YouTube csatornánkon. Kövessenek bennünket Facebookon és Instagramon is. Egy hét múlva újabb adással várjuk Önöket, addig is viszontlátásra!